remélem, hogy nem üres gyomorral néztek bennünket, mert slambucot készítünk, üres gyomorral nem megyünk sehová. Viszont a Bogrács parti után elindulunk Ausztriába, mert vissza kell vinnünk a bérelt autónkat. Imádjuk Ausztriát és a fővárosát is, úgyhogy Schwechat után a reptérről egyenesen oda megyünk. A slambucot nem kell túl variálni, nem kell bele se kömény, se kolbász. Csak a jó hagyma, paradicsom, paprika és abból csípős is. A fűszere az csupán só és piros paprika, és mi teszünk bele egy pici sonkát is. Mármint ilyen házi paraszt sonkát teszünk bele. Isteni! A bőrét azt nem tesszük bele, mert attól keserű lenne, megégne. Ez majd megy a bablevesbe. És már elő van készítve a nagy bogrács. Sokan leszünk. Ez az igazi hajdúsági, autentikus lambuc. És mi teszünk bele egy pici piros paprikát. Hát a minőség, igen. Igen, igen, igen. Mindjárt mutatom a receptet tovább, csak nézzétek meg. Térülünk, fordulunk, és anyukám újabb finomságokat hoz elő a konyhából. Szilvás lepény. És ha megunnánk, akkor lesz majd túrós szilvás rétes is. Lehet, hogy nehéz elhinni, de ez egy teljesen hétköznapi dolog a szüleimnél, hogy ennyi étel van, leves, főétel, és valami sütemény mindig kerül az asztalra, ugyanis nekik van 6 unokájuk és 1 dédunokájuk. Te vagy az egyik, igaz? Ne ígyni, meg is sült. Finom! Azzal kezdjük, hogy lepirítjuk a szalonnát. Nagyon vigyázni kell, hogy ne égjen meg. És jön bele a sonka. És most már a paprika paradicsom is benne van. 4-5 teáskanálnyi piros, házi piros paprika van benne. Levettük a tűzről a bográcsot és úgy szórtuk meg. Benne a krumpli és felengedtük vízzel. És a fűszere a só. Semmi extra. Ez a tipikus hajdúsági puszta étel. Ami nagyon néz ki, de én soha nem hallottam. Én is gyerekkoromban ettem utoljára. Tudod, mi a titka? Legalább 32-szer meg kell majd forgatni a bográcsban. Majd látod. Látom a technikát, csináltam videóin is, szóval ha nagyon ízli, akkor próbálom. Megcsináljuk a floridai változatát. A mi saját verseny. A jó slambucba házi lebencs tészta kerül. Ú, de jó illat van. Na most már alakul, hogy benne van a tészta. Gombócák kell összeállnia a végére. Mint a magyar kártyalapjai, 32. Annyiszor kell legalább megforgatni. Nehéz ezt a nagy bográcsot, igen. Egyre jobb. Jó, vigyázz! Volt már olyan, hogy kiborult, mert leszakadt a bográcsnak a füle. Egészség! És a jó kovászos ubi. Ez milyen vicces, hogy itt leültél a kertben megenni. Na, mi a vélemény? Nagyon finom. Én képzeltem, hogy nagyon, mint a paprikás krumpli. Nem, ez a füstös íz. Igen, füstös. Jó a sír van benne, ezzel van egy kis finom kenyer mellett. És az öcsémnek a kovászos uborkájával. Igen, ezzel veszélynek a kolba. Isteni, nagyon finom. fokos a fertőtónak a vize, és emlékeztek, mutattuk nektek, hogy mennyire le van apadva a víz a Velencei tónál, hát itt is. Búcsúzunk a bérelt autótól, mert hogy London után itt szálltunk le Bécsben, és innen mentünk Magyarországra. Innentől most már tömegközlekedünk a hazautazásig. Mondjuk nagyon egyszerű a tömegközlekedés innen a bécsi reptérről, mert hogy egyenesen innen indul a vonat be a belvárosba. Épp úgy, mint Londonban, el sem kell hagyni a repülőtérnek az épületét. Egyébként, hogyha szerettük volna Budapesten leadni az autót, tehát máshol, ahonnan felvettük, akkor az 500 euró pluszba került volna, úgyhogy teljesen hülyeség lenne. Inkább visszahoztuk Bécsbe a kocsit, mert hogy amúgy is imádjuk ezt a várost, és akkor meg tudjuk nézni kettesben. Egy jó kis városnézés. Könnyű is megismerni a zöld színéről.
a vonatot. 16 perc alatt vízbe a városba. Majdnem 30 euró két jegy. A gyerekeknek ingyenes. Amikor Európában vagyunk, Ausztriát soha nem hagyjuk ki. Az egyik legnagyobb kedvencünk. Két emeletes, nagyon profi. Hát ez nagyon rendben van. Amerikában se van ilyen infrastruktúra. Nincs. Ezzel mindig csodálkozunk, nem amikor itt vagyunk a bécsi reptéren, hogy mennyire logikus. Nem csak Magyarországon, Amerikában se van ilyen, szóval jövő. Teljesen tiszta. Végre ki lehet látni az ablakon, tudok videót készíteni. Brüsszelben ez nehezebb volt. És nagyon kényelmesen, mert meg is vettük online visszafelé Budapestre a jegyünket. Keleti pályaudvarra érkezünk majd este 7 órakor. Addig városnézés. Jó. Ez a város, soha nem csalódtunk. Soha. Nem? Nagyon szeretjük. Na most megnézzük, hogy nem változott-e az idő alatt, míg távol voltunk. Vagy mi más szempont fogunk nézni. Más szemmel esetleg, igen. Teljesen megérdemelt, amikor Bécs megkapja mindig a legélhetőbb város címet. És Angliában is ezt láttuk, hogy a vonatnak van olyan szolgáltatása, hogy becsekkolhatsz, tehát a bőröndöt feladhatod az utazásodhoz, a repülős utazásodhoz. Már itt, az állomáson. Miért cipelnéd a nagy bőröndöket ugye a vonattal? Itt csak feladod, még jóval a repülőtér előtt, és akkor nem kell vele foglalkozni. Kényelmesen utazol. Mindig lehidalok ettől a tisztaságtól komolyan. És itt vagyunk. Egy pár perces séta után bent is leszünk a központban, a dómnál. Ott már látszik is a teteje, a torony. Megyem, ha vásár megy. Nézd ott szembe a kis elektromos buszt. A minibusz, városi busz. Valamennyit lerövidítettünk az útból. És akkor innen már tényleg gyalog megyünk. A Szent István székesegyházhoz, ami egy gyönyörű, több száz éves gótikus épület. Annyira helyes volt, egy magyar házaspár megállított bennünket, mondták, hogy nézzük a videóinkat, és a két gyerek szeretne egy közös fotót. Ők Sopronból ugrottak hát, de azt hittük, hogy itt laknak. Ők is picit kikapcsolódni jöttek, mint mi. Nagyon helyesek voltak. És már itt is vagyunk. A 12. században kezdték el építeni. És mennyire monumentális, gyönyörű épület. Szerintem elárulhatunk annyi titkot nektek, hogy amikor mi a külföldre költözésben gondolkodtunk, akkor nekünk az első számú választásunk az Bécs volt. Egyértelműen erre a városra, vagyis Bécsre és Ausztriára szavaztunk. Hamar volt, mint a Spanyolország. Igen. Mert akkor is volt a fejünk Spanyolország, de mindig Ausztria volt a szerintem a legnagyobb kedvencünk, hogy miért nem jöttünk ide, mert egyikünk sem beszéli a német nyelvet. Tehát féltünk, hogy itt nehezebb lenne a beilleszkedés, de annyira szeretjük és annyira örülünk, hogy újra itt vagyunk. Tényleg, akárhányszor hazajövünk Európában, mindig eljövünk ide, mert ide húz a szívünk. És amikor itt laktunk, nagyon-nagyon gyakran, többször jöttünk, mert imádtunk. Megint ajándékot vásárol. Hát Klimt nagyon nagy szerelem szintén, úgyhogy megvesszük ezt a kis kávés csészekészletet. És még ezeket választotta Alberto. Ez a kedd délutáni hangulat és nyüzsgés a városban, a város központjában. Szivárványba öltöztetve. Tényleg nem rossz indulatból, de nekünk, ez a személyes tapasztalatunk, a nyugati világ, a fejlett világ mintapéldája ez a város. Ez a város. Biztos van egy csomó
rossz helyre gondolom, valami kerülemény, bárhol. Mint minden városnak, hajt. Ennek is van nyilván Amerika, hibája, de... De csoda, ez a szélsővilág. Tényleg, akármilyen szemmel nézi az ember, ez egy tiszta, élhető város, fejlett, kulturális, gyönyörű épületekkel. Állítólag híresen nem befogadóak, igen, ezt hallottuk az osztrákokról. Nyilvánvalóan lehet hibákat keresni, meg találni is. De nem lehet nem észrevenni ennek a városnak a szépségeit. Ez hiba. Mindig ez volt a kendemence, a kedvencem. Amit nagyon bírok benne, és most erre keresek épp egy példát, hogy a régi épületeket úgy újítják fel, hogy a tetőzet az ilyen modern, és ahogy megtalálják az egyensúlyt a régi és az új között, olyan jó stílusban van kialakítva. Amikor a bevásárló negyedben vagy, és nem a luxus márkákat nézed, hanem az épületeket. Ki a fenét érdekli a Louis Vuitton, hogyha ilyen épületek vannak körülöttem? Nézzétek meg, hihetetlen. Itt van bent a Sissi Múzeum ebben az épületben. Ferenc József és a spanyol lovas iskola. Meg a híres lipicai fehér lovak. Nagyon helyes, ilyen emlékrózsák. Freddie Quinn énekes. Te tudsz, ameddig akarsz imádni Amerikába. Én is szeretem, de messze van az európai, vagy nem az európai, Ausztria. Igen, Ausztria. Azért van egy... Igen. Európa van egy csomó fele, de Ausztria. Ez messze van, akár szeret. Akkor ezt nevez ki az Európai Unió központjának, Brüsszel helyett. Jó, Brüsszel. Kuka. És itt a Városházánál most filmfesztivál van szeptember 4-éig. Itt szokott lenni a télen a karácsonyi vásár, nem? Tényleg nagyon népszerű az Aperol Európában. Itt a finom múlva valami nagyon a humus, megérti. Ja. Meg a hülyek a masin. Hát meg a forralt bor a karácsonyi vásáról, vagy puncs. Most jutott eszembe, hogy egyszer innen néztünk egy operett előadást. Annyira jól esnek ezek a kis frissítők. Itt a Városházánál nagyon sok ilyen kis büfé jellegű kifőzde van. Osztrák konyha, de igazából nemzetközi konyha, mindenfélét lehet találni. Azt hiszem épp az indiai van mögöttünk. Falafeltettünk. Meg hát ugye itt vannak a finom házi sörök. Úgyhogy aki csak egy ilyen rövid utazásra átruccan Bécsbe, az mindenképpen próbálja ki. Ami nekem még jól esne, egy tradicionális osztrák cukrászda finom sütivel kávéval. Na két kukoricát még bevállalunk, mielőtt tovább mennénk. Érdekes, hogy megsütik. Egy kis krumpli van, egy kis nagy krumpli. Nagyon finom. Olyan, mint a mi grillezett kukoricánk teljesen. Legalább jó. Ides, nem? Jó. Azt mondja Alberto, hogy négy kézláb megyünk haza. Nem baj, a vonat hazavisz. Ennyi alkohol, megittem egy sör, ennyi alkohol van benne a puncs, hogy nem tudom mondani. Meg szerintem jó, vagy maradunk, vagy menjünk haza, vagy nem tudom mi. Annyira ikonikus pillanat. Szídő jár az a széné, a pia, a társaság. Így megállni a szídő. A gyerekeim tudom, hogy jó kezdve vannak a nagy szülő. Így megállni a szídő most, ahogy most így megállom. De jó. Ez hidegesítő az európai városokban, hogy pénzt kérnek azért, hogy tudják pisilni. Pisilni nem tudunk, de az épületet megcsodáljuk. Itt a parlament. Na, találtunk egy olyan WC-t, ahol lehet kártyával fizetni a metró megállónál. És akkor mindjárt megmutatom nektek, hogy mi foglalkoztatja az osztrákokat. Milyen pletykalapokat olvasnak. Királyi család, a spanyol, az angol. Köszönöm,
Fizess be, légy szíves, hogy én is be tudjak menni. Itt a jegyem. Kettőnegyvenbe kerül a metrójegy. Ami durva, hogy mindenki maszkban volt a metrón, mi voltunk egyedül maszk nélkül. A Mária Hilfer Strasszénél ugrottunk le a metróról. Milyen jól eligazottunk a metrón. Itt a 1000 éve itt élnénk. Nem annyira logikus nekem, mint a londoni metró, de akkor is pim-pam-pim-pam, megtaláltam. Mennyit vásároltunk itt? Mindig ide jöttünk ruhákért, a kedves, cipőkért. A kedvesen. És örülök, hogy tényleg mindig ilyen jó állapot van a Szeged. Tiszta meg kulturál. Még olyan is volt, hogy itt aludtunk panzióban, ebben az utcában. Abban nem vagyunk biztosak, hogy ez a Central Station, ahonnan indul a vonatunk. Persze, hogy nem, itt a helyi járatok vannak, mehetünk Salzburgba. Háromból három taxis nem beszélt angolul. Mozzuk, hogy hol van ez a Central Station. From here to Meidling, and from here you can go to Budapest also. Megérkeztünk. Most már a jó állomáson vagyunk. Sziget Fesztivál. 99 euróért légkondicionálás nélküli vonaton ülünk. Most jött el a pillanat, hogy megölöm a férjemet. Hogy csinálhatott ilyet? Hogy foglalta online a jegyet, hogy erre a vonatra kerültünk? Intercity helyet mit olvastál? Railjet helyet hogy olvasott el teljesen? Csak az óra, csak ez volt. Négy óra korul, akkor a real jet. Négy óra korul, akkor ez minden falunál megáll. Valami euró, síti, valami, gondolom magyar, mert ez osztra szerintem nem létezik egy ilyen. Gyerek, ez a horror. Ez mint a úgy ez. És még van két óra. Konkrétan úgy érzem, mint a szavos megyek. A szaunában ülünk. De legalább folytam. Annyira... Fogjuk fel kalandnak, mi? Európai kaland. Két kiló legalább folytam. Tiszta zsű vagy, vagy tepertő. Na jó meleg! Annyira szeresi voltam, hogy egy csapat holandó, fiatal holandó. Adta nekem egy ilyen sőt. De mondod, itt vagyunk. Szóval ez durva, nem ingó, bírom, kedves Velora, egészségnek. Hájra magyarul. Magyar valóság. Ha nem hallottad tovább rólam, tudjad, hogy megfulladtam rólam. A felújított rész a keletibe milyen szép. Nem sokára jönnek a londoni videók is, nem felejtettük el őket. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!